Iskolánkat, a Mezőtúri Református Kollégium általános iskoláját sokszínűség és folyamatos fejlődés jellemzi. Szakmailag felkészült, innovatív tanítóink, tanáraink a hagyományőrzést épp oly fontosnak tartják, mint a megújulást. A pedagógusok személyes példamutatásán túl a tanrendbe iktatott heti két hittanórán, a hétkezdő áhítatokon, a családi istentiszteletek alkalmával, vakációs biblia, valamint hittantáboraink programjain keresztül közvetítjük diákjaink és családjaik számára a református értékeket. Büszkék vagyunk arra, hogy 2019-ben elnyertük a Boldog Iskola címet. Láttam szőrös hörcsögöt, szirup szörpöt szörcsögöt, ha szőrös hörcsög szörpöt szörcsög, átörnek a hörcsögörcsök. Intézményünkben már első osztálytól elkezdjük az angol nyelv oktatását. A tanrendbe iktatott úszásoktatás saját tanúszodánkban egyedülálló lehetőség városunkban. Egyéb sportszenvedélyüknek is hódolhatnak a gyermekek. Az eddig eltelt évek alatt sok tehetséget fedeztek fel testnevelőink. Kiemelt feladatunknak tartjuk a gyermekek egyéni képességei szerinti haladását. Ez szolgálja a csoportbontások évek óta működő rendszere, angol, magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból. A felzárkóztató foglalkozások mellett teret kap a tehetséggondozás is. 2021-ben elnyertük a Tehetségpont címet, mellyel új pályázati lehetőségek nyílnak meg számunkra. A barátunk a természet, a kézműves, német, népi gyermekjáték, sakk, rajzalkotás szakkörökre érdeklődésüknek megfelelően várjuk tanulóinkat. A Refi Rádió műsorait örömmel hallgatják a gyermekek. Az énekkar szereplése emeli ünnepi megemlékezéseink színvonalát. A pedagógiai szakszolgálat tehetségkoordinátora minden tanévben elvégzi a tehetségszűrést a harmadik, illetve negyedik évfolyamon. Annak függvényében irányítjuk diákjainkat az anyanyelvi, matematika-logika, robotika és képzőművészeti tehetségműhelyekbe. Tanulóink aktívan vesznek részt és kiemelkedő eredményeket érnek el különféle versenyeken. A Refiben mindenki megtalálja az egyéniségének, képességeinek megfelelő lehetőséget. Iskolánk a következő gondolatok jegyében végzi nevelő, oktató munkáját. Fejlődésben levő gyermekeink nevelését a gyökerek szintjén kell végezni. Ha a gyökerei rendben fejlődnek, akkor a megfelelő időben a mi gyermekünk is kivirágzik és megtermi az érett személyiség gyümölcseit.